Rendkívüli történelmi pillanathoz érkeztünk, ugyanis mi keresztény demokraták az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke kezdeményezésére, ezt felkarolva nemzeti egységet hoztunk létre, 190 igen szavazattal, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, mikor egyértelmű támogatást kaptunk arra, hogy a haditengerészekről és a hősi halált halt haditengerészekről június 10-i nemzeti emléknapon megemlékezhessünk. Rendkívüli és történelmi pillanathoz érkeztünk, mikor az országgyűlés határozati felhatalmazásával 2016. novemberében elmentünk hőseink pólai sírjához, hogy a magyar haditengerészek és a hősi halált halt magyar haditengerészek előtt fejet hajtsunk. A szív és a lélek azt követeli, hogy bár egy évszázados késedelemmel, de végre egy emlékműben is manifesztálódva kifejezzük tiszteletünket a tengeri csatákban a magyar nemzetért hősi halált halt honfitársaink, továbbá mindazon tengerészek előtt, akik a magyar szabadságért küzdöttek, megtették mindazt, amit akkor és ott kellett és lehetett. Úgy gondolták, hogy a szabadság csak akkor lesz, ha az egyes emberek és a belőlük felépülő közösségek összeadják erejüket a hazáért. Most rajtunk a sor, hogy méltóképpen megemlékezzünk róluk, hogy az a mag, ami a földbe hult, százszoros termést hozzon. Ne feledjék, a magyar haditengerészek hősök voltak, s olyan erővel bírtak, hogy velük a világ legnagyobb tengeri hatalmainak is számolniuk kellett. Legyünk büszkék hőseinkre, valamint emlékezzünk meg róluk, méltatva önzetlen és hűséges szolgálatukat, melyet a tengereken értünk vívtak. Ahhoz, hogy megértsük jelenünket és jövőnkre vonatkozó jó válaszokat tudjunk adni, emlékeznünk kell hőseinkre, hogy példaként lássuk küzdelmeiket és áldozataikat. Minden nemzedéknek megvan a maga keresztje és felelőssége. Az, hogy kiből lesz hős és ki marad gyáva, azt az dönti el, hogy ki veszi a vállára a keresztet, és ki nem. Őseink felvették a keresztet, és hősök lettek. Olyanok, akik példaként állnak a rákövetkező nemzedékek előtt. Tisztelet a hősöknek! Hölgyeim és uraim, azban a magasztos küldetésben, amit Vejkely képviselő úr elmondott, tovább dolgozunk, és további eredményekről szeretnék beszámolni. Először is a köszönet hangja a zágrábi nagykövetségé, akik Magyar József nagykövet úr előkészítésével és a konzul úr támogatásával a pulai látogatásunkat megszervezték olyannyira, hogy most már megvan az önkormányzat és a műemlékvédelem által kijelölt helye a síremléknek, a síremlék építés és engedélyezési munkálatai hamarosan megkezdődnek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a szükséges anyagi hátteret biztosítja. Ki kell emelni ugye Lomnici úr szerepét ebbe az egész ügybe. Ő vitt el először minket Doberdóra, tavaly, majd januárban először Púlába, ahol azzal szembesültünk, hogy bár a helyi magyarok egy kis emléktáblát állítottak, de a magyar kormány és Magyarország még semmilyen emléket nem állított. Most ez van célegyenesbe, és ugye úgy szólt az országgyűlési határozat, hogy ennek az emlékműnek úgy kell elkészülni, hogy az első tengerészeti nap, amely 2017. június 10-én lesz, már ennél az emlékműnél kerüljön meg ünneplésre. Én ennyit tudok elmondani. Köszönet még egyszer a Emberi Méltóság Tanácsának, diplomatáinknak. Ja, és ki kell térnem a helyi magyarokra, Lőcsei úrra, aki Púlán él és aktív segítséget nyújtott nekünk,
és Szekeres Péter úrra, aki pedig Zágrában él és támogatott minket.